Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy az előpárlat elvételének mi a módja, hogy is kell ezt intézni a gyakorlatban. Hát pont itt tartunk az előpárlat küszöbén, úgyhogy meg is tudom mutatni. A dolog lényege viszonylag egyszerű. Először elkezdenek feltelni a tálcák, az üveg falán kicsapódik a párlat, lefolyik a tálcára, fölgyűlik, aztán azon a gőz elkezd átbuborékolni, és egy idő után megjelennek a nagyobb buborékok. Ugye ez nagyjából akkor történik, amikor ilyen, az én üstömön legalábbis, amikor ilyen 77-78-80 fokos a sisakhőmérséklet, olyankor takaréklángra veszem a gázfűtést, és onnét kezdve figyelem, hogy mikor kezd el emelkedni a fejhőmérséklet. Amikor a fejhőmérséklet hirtelen elkezd a szobahőmérséklettől fölfele szaladni, akkor megnyitom a tűszelepet, a tűszeleppel megfogom a hirtelen emelkedő fejhőmérsékletet. Ugye a cél az, hogy valahol 75-76 fok környékén stabilizáljuk, mert ez az a hőmérséklet, ahol először megjelenik a rendszeren átgőzölő, majd a véghűtőben lecsapódó párlat, és az ugye itt az epruvetta alján lévő mintavevő csappal szépen jön a kis mintavevő poharakba, meg vannak számozva, és akkor tudjuk az előpárlatot értékelni. Ugye fontos dolog az, hogy ha túl sokat engedünk a vízzel, akkor visszahűl a fejhőmérséklet, ha nem lépünk közbe időben, akkor megszalad a fejhőmérséklet, és akkor átnyom mindent a rendszeren, tehát igazából ez egy ilyen kritikus pontja a műveletnek. A cél az, hogy egy stabil hőmérsékletet találjunk, 75-76 fok környékén, és onnét fokozatosan a vízcsapot zárva engedjük növekedni a fejhőmérsékletet addig, amíg az összes előpárlatot ki nem csorgattuk. Ugye nyilván folyamatosan kóstolunk, illatolunk, és akkor egyből látni fogjuk, hogy mikor van már tiszta középpárlati komponensünk. Amint ez megtörténik, akkor ugye elzárjuk a mintavevő csapot az epruvetta alján, és onnét kezdve az epruvettában gyűlik a párlat, bele lehet rakni a szeszfokolót, és működik a technika. Nagyjából ennyi a trükk. Semmi más dolgunk nincsen, mint ezt betartani. Nálam jellemzően egyébként egy kicsit magasabban, nem 75 fokon, hanem inkább ilyen 77-78 fokos fejhőmérséklet mellett jelenik meg az előpárlat, úgyhogy én engedem egy kicsit tovább. És most, hogyha megnyitjuk a mintavevő csapunkat, egy pillanat, nincs három kezem, hogy mindent egyszerre csináljak. Szóval, ha megnyitjuk a mintavevő csapot, akkor onnét kezdve már láthatjuk is, hogy az első cseppek megjelennek. A rendszeren, és innét kezdve kezdődhet az előpárlat gyűjtése. Nagyjából ilyen egyszerű ez a feladat. Remélem, megnyugtató választ adtam azoknak, akik azt hiszik, hogy ez valami bonyolult, űrhajós képességeket igénylő folyamat, hát nem az. Igazából csak a megfelelő fejhőmérsékletet kell elérni a tűszelep és a hűtővízkör szabályozásával. Onnét kezdve a többi pedig érzékszervi vizsgálat, szaglás, ízlelés, ugyanúgy, mint bármely másik pálinka főzőberendezésnél.